Hát sziasztok lányok és fiúk! Welcome on my erdei út! Ahogy ígértem, megérkeztünk ahhoz az úthoz, amíg felfele vissza hegyre. Vágjunk is bele! Tudjuk, hogy a HTTP nem más, mint egy Request Response protokoll, tehát küldünk egy kérést, és rajta keresztül kapunk egy választ. És a mai alkalommal megírjuk az első szervletünket. Na most nagyon figyelj ide! Kétféle módon csinálhatsz egy Java szervert. Az egyik az, hogy használsz egy frameworköt, mi a Springet fogjuk nem sokára használni, illetőleg a Spring Bootot, és ő mindent legenerál nekünk. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy kérek egy piros kocsit, ilyen kormánnyal, ilyen motorral, ilyen belső üléssel, stb. És elkészül az autód. Na mi most nem ezt fogjuk csinálni. Mi felépítünk egy autót a nulláról, és az egyik barátom kérdezte pont tegnap, hogy mi a jó fenének fogok végigmenni ezen a nulláról, amikor ma már mindenki a keretrendszereket használja, hogy létrehozza nekünk az egészet. Azért, és ezt most már, ha megnéztétek az eddigi pár száz videómat, akkor most már érthetitek, hogy én szeretek mindent a nulláról megtanítani, hogy értsd, betesznek egy munkahelyre, vagy akár egy állásinterjún felmerül a kérdés, hogy az miért is úgy van? Hát úgy generálta a keretrendszer, a fenét. Nem, az azért van úgy, mert annak van valami oka, és én azt el fogom neked mondani. Tehát van itt egy struktúra, amit most megmutatok nektek. Ez a struktúra az, ahogy ki kell néznie egy szerver oldali alkalmazásnak. Ebben a környezetben fog élni a szervletünk. Most mi ezt manuálisan hozzuk létre, és hogyha megcsinálod utánam, akkor utána nem kell, megígérem, még egyszer létrehoznod. Használhatod a keretrendszereket, úgyis megtanuljuk azt is, de tud. Tehát menjünk végig rajta, jó, egy picit. Van a Tomcat mappában egy úgynevezett web apps. Ez a web apps, ez a web alkalmazásoknak a mappája, és láthatod, hogy van benne már 5 különböző web alkalmazás. Köztük ugye a menedzser, amit már láttunk. Hogy működnek a web appek? Ide fog bekerülni a web alkalmazásunk, amit most test szervletnek fogunk hívni, de ez nem maga a szervlet, ez maga az alkalmazás. Ebben fog élni majd a szervletünk. Csak most a beazonosíthatóság véget hívjuk test szervletnek a web alkalmazásunkat is. És mindig, amikor létrehozol egy szervletet, érdemes leállítani utána a Tomcatet és újraindítani, hogy amikor a Tomcat inicializálja magát, akkor észrevegye az új szervletet és be tudja regisztrálni magának. Máskülönben nem biztos, hogy minden rendben fog működni. Nézzük is akkor meg, hogy mi történik. Létrehozok itt egy új mappát, és legyen ennek az a neve, hogy Test Szervlet. Angolul írom. Oké, bemegyek ide. Elvárt tőlem az, hogy legyen benne egy webinf nevű mappa. Figyelj, case sensitive, ami azt jelenti, hogy számít, hogy nagy vagy kis betűt írsz. Ebben az esetben minden betű nagy lesz, web, W-vel kötőjel, INF, tehát van egy webinf mappánk, és csinálunk egy metainf mappát is. Szintén nagybetűkkel, meta kötőjel, inf. Nagyszerű. Na most, minden, ami ebben a mappában van, a szervlet mappájában, az elérhető lesz a felhasználó számára. Minden, ami a metainf, illetve a webinf mappában van, az nem elérhető majd a felhasználó számára. Nagyon fontos információ. Mi jön akkor ebbe a mappába? Például majd egy index.html, amit elérhet a felhasználó, vagy JSP fájlok, amiket nem sokára fogunk tanulni, CSS, képek, amit akarsz. De ne rakj ide olyan információt, olyan Java kódot, amit nem akarod, hogy elérjenek a felhasználók, oké? Menjünk be a webinf mappába, és további 3 mappát fogunk itt létrehozni, az egyiknek az lesz a neve, hogy src, ő fogja tárolni a kódunkat. De mivel a webinf mappa alatt van, ezért nem fogják tudni a felhasználók elérni a kódunkat, itt biztonságban lesz. Csinálunk egy lib nevű könyvtárat, ő fogja tárolni azokat a külső dependenciákat, amiket a szerver használ. Az angol nevükön dependencik egyébként olyan dolgok, amiktől függünk. Tehát például, ha bele akarsz verni a falba egy szöget, akkor a kalapács egy dependency, mert anélkül nem tudod beleverni, csak nagyon nehezen. Tehát valaki már más megcsinálta a kalapácsot, és segítségedre van abban, hogy elérd a célod. Például az iText ide kerülne, vagy a JDBC konnektor. Emlékszel, a NetBeans-ben is hozzáadtunk a lib folderhez, ott is egy hasonló struktúra van, amit majd a Java haladón meg fogunk részletesebben vizsgálni, hogy ne függjünk a NetBeans-től, és mi magunk is létre tudjunk hozni egy projektet majd, ami jar-fájlt generál. Itt is erről van szó. Mindig van egy src és egy lib folder. Itt a kódunk, itt meg más kódja, amit a mi kódunk tud használni. És ezen kívül lesz egy classes nevű mappánk is, mint osztályok. Ide kerül majd a lefordított kódunk. Tudod, Java-ba írunk, Java fájlként
eseményt mentjük el, és az a Java kiterjesztésű file átfordul class file-ra. Azt futtatja le a JVM. Hogyha jar file-t állítunk össze, akkor tudod, abban is class file-ok vannak, az a lefordított kódunk. Nagyon jó! Létrejött a három fő mappánk, ami nagyon fontos. Annyit mondanék még el, hogy bármi, ami az SRC-be kerül, package-ek, osztályok, ugyanolyan struktúrában kell létrejönnie a classes-ben. Ezt majd nem mutatom, hogy lehet megcsináltatni automatikusan a Java-val. Csak tudd, hogy ez meg ez egymásnak a képmásai, mintha egy tükör lenne közöttük. Annyi a különbség, hogy itt minden file pont Java kiterjesztésű, itt pedig minden file pont class kiterjesztésű, ugye a compiler fogja átfordítani nekünk a classesbe a Java fájlainkat. Még egy file hiányzik itt, ez pedig az úgynevezett web.xml. Ez az egyik legfontosabb fájl, ami ide bekerül. Ez kisbetűkkel írandó, web.xml. Egyelőre ne is írjunk bele semmit, csak hagyjuk üresen magát a fájlt, 0 kilobájtot foglal, nagyszerű. Tehát most a webinfnek a struktúrája rendben van, ott van a web.xml, és ott van az a három könyvtárunk. A következő feladatunk az az, hogy írjunk egy szervletet. Fel fogom tenni ezt GitHubra, hogy ne kelljen mindent rólam lemásolni, hogyha nincsen hozzá kedvetek, de egyébként, hogy tudod mit, nem is NetBeans-t fogok használni most, mert azt akarom, hogy értsétek, mennyire függetlenek vagyunk a NetBeans-től. Igazából bármit használhatnánk. Oké, létrehozok egy új fájlt, és bemásolom ide ezt a kódot. Egyébként ennek a linkit is ki fogom tenni az ntu.edu.sg nevű honlapnak a tutoriáját vettem alapul, ami nagyon-nagyon színvonalas angol nyelvű tutoriál. Kisebb eltérésekkel ezt fogjuk követni. Szóval a description ennek a linkjét is megtaláljátok, és itt a Notepad++-ba átállítom a nyelvet Java-ra, hogy szépen mutassa nekünk, hogy mi újság. Na most láthatjátok, hogy egy package tesztet írtam én ide, ez lesz a package-ünk neve, a szervletünk pedig test szervlet lesz, és figyelj csak, kiterjesztjük a HTTP szervletet, ami azt jelenti, hogy egyből importáljuk is a szervletet, illetve a HTTP-t a Javax nevű package-ből, tehát valaki megírta nekünk ezt az objektumot, ezt már mondtam korábban, mi csak kiterjesztjük. És amikor kiterjesztjük ezt a szervletet, lehetőségünk van felülírni a benne lévő úgynevezett doGet nevű metódust, metódus hiszen void, és figyelj csak, két dolgot kérő paraméterben, az egyik a kérdés, ami érkezik a klienstől, ami ebben az esetben lehet egy szerver is, akkor a szerver most kliensnek minősül, és egy response, amit ő fog válaszként adni. Nézzük, hogy mit csinál ezután a kód. Ha zavar titeket, hogy máshogy látjuk Notepad++-ban, akkor megnyitom nektek itt is, tök mindegy. Csak így most alá fogja húzni, mert ugye egy másik package-be tettem bele, egy régebbi tutoriálunkba, de tök mindegy. Szóval beimportál mindent, ami szükséges a HTTP szervlet eléréséhez, és utána override-oljuk, vagyis felülírjuk az ebben az osztályban definiált doGet-et. Az, hogy mit csinálunk a request-tel, és hogy mit csinálunk a response-tal, az ránk van bízva. Mi azt fogjuk csinálni, hogy fogjuk a response-t, amit visszaküldünk a felhasználónak, és beállítjuk a content type-ját, ez nem más, mint a mime type, ide is van írva kommentbe, és a mime type-ját beállítjuk text per HTML-re, sőt, még azt is megmondjuk, hogy UTF-8-as kódolással fogjuk visszaküldeni az adatot. Tehát ebből már kiderül, hogy mi HTML-t akarunk majd visszaküldeni. Most pedig létrehozunk egy új objektumot, az lesz az objektumunk neve, hogy out, és az adat típusa print writer. Ebbe a dobozba, amit létrehozunk, ebbe a print writer típusú dobozba, átmentjük a válaszunkból kinyert get writer-t. Várjunk, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a response nevű objektum, amit már elkészítettek, a requestet is elkészítették, mi csak használjuk, hogy tárolhassuk a bejövő és a kimenő információkat ebben a struktúrában, tartalmaz egy csomó-csomó hasznos eszközt. Mi most kiveszünk egy eszközt, ezt úgy képzeld el, mint egy írógépet. Kérem az írógépet, most átvitt értelemben, a response-nak az írógépét. Miért jó ez? Mert hogyha kiveszem a response objektumomból az írógépet, és elmentem valamilyen néven, elmentettem most out néven, de ez lehetne Gizi néni is, tök mindegy, akkor utána, ha az írógép objektumnak átadok szöveget, mondjuk HTML tartalmú szöveget, akkor ez az írógép beteszi nekem a válaszba, hogy a felhasználó láthassa. Tehát a response egy nagy objektum, rengeteg mindent beállíthatok. Beállítottam például a header-jébe azt ennyivel, a set content type-al, hogy milyen típusú adatot fogok visszaküldeni, HTML-t. És ezek után megpróbálom, ugye egy try ag közé írom, hogy megpróbálom meghívni ezt az out objektumot, és egy egyszerű printline segítségével, mint a systemoutprintline-nál, de ebben az esetben ez nem systemoutprintline, itt a írógép objektumnak adom át ezeket a szövegeket, tehát átadom paraméterben ezt a szemmel láthatóan HTML kódot. Tehát mindent egyesével soronként átadok, ugye ezt írhatnám úgy is, hogy print, de akkor nem raknak közé sor közt.
Úgyhogy ahelyett, hogy a konzolra írnám ezeket a szövegeket, ezt az egész HTML-t, soronként átadom az írógépnek. Fapadosnak tűnik? Igen. Így fogjuk a HTML-eket átadni? Nem, de most mi építjük fel az autót, és nagyon a nulláról kezdjük, hogy lásd, hogy így is lehet csinálni. Szóval, milyen HTML-t adunk át? Egy olyat, aminek van egy title-je, amit fent fog kiírni a böngésző tetején, legyen ez Hello, ez a mi tesztünk. Hello World helyett Hello Gyula. És most figyelj, a HTML-be átadom azt a szöveget, hogy request URI, és utána egy Java kódot adok, mert egy Java változónak az értékét fogom majd látni, ugyanis a requestből, először nyúlunk a requesthez, felhívom rá a figyelmet, kivesszük a kért címet, amit kért a felhasználó a szervertől, kivesszük, hogy milyen protokollal kérte, és kivesszük a path infót, tehát az elérési információt, ezen kívül a remote address-t, tehát az IP címét, hogy honnan érkezett a kérés. És az írógépnek megmondjuk, hogy ezeket mind írt bele, hát itt nem tudom, hogy mit írt bele, ezt majd a Java kód eldönti, hogy mit tartalmaz a request object remote address-ként. Tehát ezért jó, hogy megírták nekünk ezeket az objektumokat, mert egy csomó információt le tudunk kérdezni a kliensről, ki ő, mi ő, mit akar pontosan, és a válaszba beletehetünk egy halom információt, és azt tudjuk mondani, hogy dinamikus adatokkal töltjük fel. Ide írhatnám azt például, csak hogy értsd, hogy itt érjél egy másik szervert, és kérdezd meg tőle, hogy milyen időjárás lesz Budapesten. És akkor azt küld vissza válaszként. Tehát nagyon dinamikusan tudjuk variálni a tartalmát. És végül, ezt igazolandó még, egy véletlenszerű számot is, egy random number-t küldünk még vissza, HTML kóddal meggyőződünk róla, hogy strong legyen, és egy egyszerű Java kódot írok be közé. Ő majd itt sorsolni fog egy véletlenszerű számot 0 és 0,99 között, ugye ezt már tanultuk, végül lezárjuk a bodyt, lezárjuk a HTML-t, ez mind belement az írógépbe soronként, és lezárjuk. Nagyon fontos, ha az írógépbe feltöltesz adatot manuálisan, utána le kell zárni, mint a legtöbb adatfolyamot, ugye, amikor valamilyen objektumnak küldesz egy csomó adatot, mindig le kell zárjuk a végén. Nagyszerű. Tehát visszamegyek ide most Notepad++-ba, tudom itt egy picit talán fura, hogy más színekkel jelzi meg más betűtípussal, és ezt elmentem, mégpedig nem a conf mappába, hanem a web apps mappába, a test szervletünk mappájába, a webinv-be, mert itt van az SRC. Emlékeztek? Az SRC az, ami tartalmazza a kódunkat. Na most az SRC-n belül létrehozok egy test mappát, miért? Mert package test. Tehát, hogyha egy package-ben van a Java kódunk, akkor azt a könyvtár struktúrának is követnie kell. Az egyetlen oka annak, hogy ezzel nem foglalkoztunk, mert a NetBeans automatikusan megcsinálja nekünk ezeket a file struktúrákat, látod? De ez már nem egy kezdőkurzus, tehát most meg kell értenünk, hogy hogy működik. Tehát létrehozom én manuálisan azt a package-et, hogy test, vagy aminek te itt elnevezted ezt a package-et, és a test mappában, package-ünkben belül létrehozok egy testservlet.java nevű fájlt. Miért? Azért, mert itt ez az osztály neve. Kötelezően annak kell lennie a fájl nevének, ami az osztályunk neve, és egy osztálynak nagybetűvel kell kezdődnie, ne felejtsd el. Nagyszerű, elmentem, megnézem, hogy tényleg beletette. Nagyszerű, itt van a Java fájlunk. A következő lépés az, hogy létrejöjjön a futtatható class fájlunk belőle, amit már meghívhat a kliens. Addig is csináljátok, légy szíves utánam, és ha eljutottatok ide, akkor találkozunk a következő részben. Sziasztok!